Kedves nézőink, most Háttér című magazinműsorunk külön kiadása következik, melyben a Berekfürdő és Szökőkút avatáson készített felvételeinket vetítjük önöknek. Hölgyeim és uraim, kedves barátaink a határon túlról, honfitársaink, és minden kedves vendég, aki ma Berekfürdőn ezen az ünnepségen megjelent. Megmondom őszintén, megdobbant a szívem, amikor polgármester úr azzal a hírrel keresett meg, hogy egy díszkútnak az avatására kerülne sor Berekfürdő fürdőbejárata előtt. Egyrészt megdobban az ember szíve azért, mert örül annak, hogy egy vidéki kistelepülés az Alföld kellős közepén az megint csak tesz egy lépést előre. Egy kicsit szebbé válik, egy kicsit otthonosabbá válik, méltóképpen állít emléket azoknak a hősöknek, akik sok-sok évszázaddal ezelőtt itt voltak előttünk Magyarországon. A falu csinosodik, szebbé válik, az ide látogató vendégek pedig egy szép műalkotásban gyönyörködhetnek. Örülök ennek, hiszen Berekfürdő település nemrég kapott egy jelentős támogatást a Sandfürdő fejlesztésére, és nem csak a fürdőt kell fejleszteni, hanem a fürdő környezetét is. Az ide látogató turista nem csak meg akarja áztatni magát, kicsit megmerítkezni a jó bereki vízben, hanem amikor eltöltötte az idejét a medencébe, és kijön a faluba, a településre, körül akar nézni, akkor is kicsit szebb, kicsit jobb környezetben akarja az idejét eltölteni. Ez így van helyén, ezért fontos a magyar kormánynak az a törekvése, hogy a vidéki települések is kapják meg a jussukat, kapják meg a támogatást az államtól ahhoz, hogy élhetőbb, lakhatóbb települések kiváljanak. A népesség megtartó erejük megmaradjon. Aztán megdobbant a szívem azért, mert hallottam, hogy Györfi Lajos szobrász művész, ahogy itt elhangzott, Magyar Örökség díjas művész készíti el a szobrot. Megmondom őszintén, sok rendezvényen, sok szobaravatón vagyok. Időnként furcsálom is a művészeti törekvéseket, de hát virágozzék minden virág. Nem kell nekünk minden szobrot felismerni ahhoz, hogy tudjuk, hogy miről szól, majd azt a művész megmagyarázza. De bevallom őszintén, már egy kicsit túl a 40-en, azért szeretem a szobrot fel is ismerni. Talán nem vagyok ezzel egyedül, és Lajos barátunktól még nem láttunk rossz műalkotást. Kérdeztem tőle, hogy biztos az van-e itt a lepel alatt, amit ígértek. Biztosított arról, hogy az van. Úgyhogy én azt hiszem, hogy megdobbanhat a szívünk megint azért, hogy a művészet, a kultúra, a műalkotás itt van a mindennapi életünkben, itt van a környezetünkben. Ahogy szokták mondani, a rossz pénz kiszorítja a jót, sajnos a kultúrában is az értéktelen, a silány időnként kiszorítja a magasabb művészetet, kiszorítja az értékes alkotásokat. Örüljünk tehát annak, hogy egy ilyen központi segítséggel, állami támogatással a művészet is, az igazi művészet is kap támogatást és kap lehetőséget arra, hogy alkosson és meg tudja magát mutatni. És végül, de nem utolsó sorban megdobant a szívem azért, mert Mátyás király és Kinizsi Pál két olyan történelmi szereplőnk, két olyan hősünk, két olyan igazi, ízig-vérig magyar hősünk, akire minden magyar ember büszkén tekinthet föl, és akire minden magyar ember büszke lehet. Nekem gyerekkori kedvenceim, nagy odaadásról olvastam a Mátyásról és a Kinizsiről szóló történeteket. Kunkapitány úr, Csíkos Sándor itt az előbb már idézett egy ilyen szép történetet. De hát azért kicsit nézzük is meg, hogy milyen két hősről van itt igazából szó. Méltóság alapján úgy illik, hogy a királlyal kezdjem. Ahogy itt mondta is Sándor, Mátyás király az a személyiség, akire mindenki az igazságos nagy királyként és uralkodóként emlékezik vissza. Pedig ha belegondolunk, 1458, amikor tinédzserként, hiszen még nem volt 20 éves, belekerül az élet sűrűjébe, hát bizony nem sok esélyt adtak neki. Gondoljunk csak bele, 5. László elhurcolja magával cseh királyként Magyarországról. A
az apja Hunyadi János halála után Prágába, ott raboskodik, aztán Prágában kitör egy buvópest is, megtizedeli az embereket, Mátyás túléli, sőt túléli 5. Lászlót, az elrabolóját is, hiszen a buvópest is a királyt viszi el, nem őt. Aztán utána ott raboskodik Prágában, közben kivégzik a bátyját, Hunyadi Lászlót, hallja, hogy az ország marakodó nagyurak kezén van. Hát gondoljunk bele, távol a hazájától, szülőföldjétől raboskodik Prágában, és várja, hogy mit hoz neki a történelem. És aztán a történelem azt hozza neki, hogy nagybátyja Szilágyi Mihály, ugye az ország kormányzója volt abban az időben, segítségére siet. Persze a nagybátyjónak volt azért egy olyan szándéka is, hogy hát itt van ez a fiatal siheder, majd helyette lehet kormányozni az országot. De legalább azt elérte, és ez becsületére legyen mondva, hogy Mátyás kiváltotta a rabságból, megállapodott Podjebrád György, cseh uralkodóval, aki 5. László követte, és Mátyás visszatérhetett Magyarországra. Sőt, mi az, hogy visszatérhetett? 1458 hideg telén, január 24-én, ahogy tanultuk is a Duna jegén, a köznemesek királlyá választják. Szilágyi Mátyás, vagy Szilágyi Mihály befolyásával, hiszen Szilágyi Mihály azért 15 000 katonával megjelenik azon az országgyűlésen, kicsit rásegítsen erre a döntésre. De hát így hozta a történelem, Szilágyi Mihályt kormányzóként, gyámként ott hagyják Mátyás fölött, és úgy néz ki, hogy az élet majd Szilágyi Mihály kormányzóság alatt megy tovább Magyarországon. De az élet nem így megy tovább, mert Mátyás az az uralkodónk volt, aki igaz magyar uralkodóként és magyar emberként már az első törvényeivel, még egyszer hangsúlyozom, 20 év alatt volt, az első törvényeivel elkezd rendet csinálni az országban. Beiktatják azt a törvényt, hogy Magyarországon a királynak a törvényeket és az ország szokásait kötelessége megtartani. Beiktatják azt a törvényt, hogy a külföldiek Magyarországon birtokot, egyházi főméltóságot, vagy világi tisztséget nem gyakorolhatnak. Mátyás rendbe teszi, elkezdi rendbe teszni az ország kasszáját. Fél év múlva aztán Szilágyi Mihály rájön arra, hogy hoppá, ez a 10 éves sügölvény, ez túlnő rajta, ezért elkezd szervezkedni Garai László Nándorral és Újlaki Miklós Erdély Vajdával, hogy hogyan lehetne megbuktatni. De nem csak ő akarja megbuktatni, meg akarja buktatni a cseh király, meg akarja buktatni harmadik Frigyes, német-római császár, és ő meg ott van egymaga, igaz, hogy uralkodóként, és nem ijed meg. Nem ijed meg, kézbe veszi a hadsereg szervezését, megszervezi az országot, biztosítja a hadsereg ellátását, igazi jó uralkodóként elkezdi rendbe tenni a jogszabályokat, a törvényeket. Ugye gondoljunk bele abba, hogy 1458. július 31-én, nem sokáig ünnepeljük az évfordulóját, milyen törvényt is hoz? Azt a törvényt hozza, hogy Magyarországon külföldi pénzt nem lehet használni. Gondoljunk csak bele! Most, amikor az ország kínlódik azzal, hogy el vagyunk adósodva, ráadásul nem is forintban, hanem devizában, hát nem üzen ezzel nekünk Mátyás? Dehogy nem. Üzen ezzel nekünk, azt mondja, hogyha egy országnak van egy saját valutája, akkor azt kell használni. És nem devizában kell eladósodni, mert akkor az történik, ami Magyarországgal is történt. Látjuk emberek, hogyan veszítik el a házukat, az otthonokat, azért, mert egy rossz terméket erőltettek rájuk, a pénzintézetek, a bankok, amelyeknek megérte ezeket a devizahiteleket rátukmálni az emberek. Aztán mit tesz még Mátyás? Hát Mátyás miközben hadakozik szerencsétlen állandóan, átszervezi az igazságszolgáltatást. Éveken keresztül nem értek véget perek. Magyarországon mi is ma a helyzet? Van olyan helyzet, amikor 4 év alatt a magyar bíróság nem tud meghozni egy ítéletet, és azokat a bűnözőket, akik egyébként elismerték a bűnüket, el kell engedni, mert 4 év után egy jogszabály szerint, ha nem születik ítélet, akkor az ember szabadon távozhat a börtönből. Mátyás mit tesz? 1458, mondom, még első éve az uralkodásának, mikor törvénybe iktatja, hogy a pereket egy bizonyos határidőn belül le kell fejezni. Mert azt a jogbizonytalanságot, ami akár vagyoni, akár más ügyekben az emberek között van, azt nem lehet hosszú távon fenntartani. Tehát igen, Mátyás király 500 év távlatából is üzen nekünk,
hogy ha az országnak van egy vezetése, amit mi választunk meg, hiszen őt is megválasztották a nemesek a Dunajegén, akkor ezzel felelősséget veszünk magunkra, és ezzel a felelősséggel tartozunk az embereknek. Jogszabályokat kell hozni, rendet kell tenni az országban, és vállalni kell a döntéseink következményét. Hát gondoljanak bele abba, hogy Mátyás milyen sokat köszönhetett nagybátyának, Szilágyi Mihálynak. Mégis ez az ember, amikor először rajta kapja Mátyás, hogy szervezkedik ellene, akkor először csak annyit tesz, hogy megfosztja a kormányzói címétől, és Vesztercei grófi címet adja neki. Aztán, amikor egy év múlva Szilágyi Mihály továbbra is szervezkedik ellene, akkor sem ütteti le a fejét, pedig az akkor elég divatos ítélkezési gyakorlat volt, hanem egyszerűen fogságba veti, és megtartja az életét. Hát nem csak kemény uralkodó tudott lenni, aki hadakozott az osztrákokkal, a csehekkel, a lengyelekkel, a törökökkel, hanem nagylelkű is tudott lenni. És nem csak nagylelkű tudott lenni, hanem a művészeti alkotást avatunk éppen, hát a reneszánszot Magyarországon neki köszönhetjük. Művészeket hozott, pártolta ezeket a művészeket, támogatta, idehozott olyan alkotókat, akik akkor világszínvonalon voltak. Létrehozta a Korvin könyvtárat, a könyvtárbeli pozíciót, elkezdte gyűjteni azokat a kódexeket, amelynek a mai darabjaiért vagyonokat fizetnek ki a világ nagyon sok helyén. Hát tisztelt hölgyeim és uraim, azt akarom csak mondani, hogy legyünk büszkék erre az uralkodóra. Gondoljunk bele abba, hogy sokkal nehezebb körülmények között, háborúk közepette, mikor a török, az osztrák és mások el akarták rabolni az országot, akkor is tudta gyarapítani az országot, tudta gyarapítani a vagyont, és meg tudta védeni az embereket úgy, hogy 500 év távlatából is igazságos Mátyásként emlékezünk. Köszönöm.